Fantasztikus dolog, ugye a gyerekeket a jégen látni, a különböző mozdulataikat, ugrásaikat és forgásaikat is. Miért érdemes a gyerekeket a jégre küldeni? Mindenféleképpen természetesen a szépsége miatt is, de mindenféleképpen ugye az előnye megvan, hiszen egy sport, úgyhogy a mozgást is kielégíti abszolút. Mennyire veszélyes a korcsolyázás? Egyáltalán nem veszélyes. Előnyös, hogyha minél előbb elkezdik a gyerekek, tehát 3-4-5 éves korban, mert minél később kerülnek a jégre, annál nagyobb balesetek lehetnek. Milyen elemekből állt a mai bemutatótok? Hát a gyakorlás és a bemelegítésből állt, hogyha elesünk, akkor ne törjön semmilyen dolgunk, hogy hát nagy rész az bemelegítés volt. A meccs is ilyen, hogy ne testes játékot játszunk, hanem inkább cselezzünk többet, és nem ilyen durvulós játékot, mint amit szoktak a nagyok a meccseken. És ez most nagyon jó bemelegítés volt, és tetszett nagyon.